érkeznek a kamionok Milánóból, városismereti séta Pántildikó képviselőnővel, táboroznak az óvodások, indul a nyári szezon utolsó hónapja. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Folyamatosan érkeznek a kamionok Milánóból városunkba, amely a milánói magyar pavilon, vagyis a Sámándob lebontott elemeinek részét szállítja. A milánói pavilon bontása megkezdődött, a Kárpátok-Alpok ZRT a kormányrendelet szerint elkezdte a pavilon bontását, és azt követően természetesen a rekultiválást. Az első kamionnal a pavilon kiszolgáló helyiségének, az energetikai központnak az alkatrészei kerültek hazaszállításra. Hát ezek egy jókora vas daraboknak tűnnek, és hát tulajdonképpen annak a pavilon résznek a vázát alkották. A pavilon a turisztikai fejlesztésre kijelölt Erzsébetligetben épül fel, amelynek közösségi célú hasznosítása a 2000-es évek óta terve a városnak. Az újjáépített, tartós használatra átalakított létesítmény rendezvény és konferencia központként egy komplex turisztikai és szabadidős beruházás központi eleme lesz. Egy óriási lehetősége számunkra, hiszen van egy Erzsébetligetünk a strandfürdővel szemben, amivel nagyon-nagyon komoly terveink vannak a jövőt illetően. Ott egy szabadidős családi rendezvényparkot szeretnénk alakítani, természetesen megfelelő kulturális háttérintézményekkel. Ez a felépítendő pavilon például ezt a cél szolgálja, ennek egy része lesz. A létesítmény fontos szerepet tölthet be a térség és a város interkulturális kapcsolatainak ápolásában, a helyi közösség építésében, a civil szervezetek működésében. A program első állomása délután a karcagi zsinagóga volt, a városismereti séta nagyszülő-szülő-unoka korosztályi program idén is folytatódik Pántildikó képviselő szervezésében, mert fontos, hogy megismerjük a város értékeit, épületeit. A program első állomása délután a karcagi zsinagóga volt, az érdeklődőket Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke köszöntötte, az idegenvezető Elek György helytörténeti kutató volt, aki részletesen szólt a karcagi zsidóság történetéről, arról, hogyan is, mikor települtek be a városba, és milyen kereskedői tevékenységet folytattak. Míg 1851-ben 4 zsidó vallású ember élt Karcagon, 1880-ban már 829, 1910-ben pedig 1077 fő. 1940-ben a lakosság 3,4%-a volt a 778 fő zsidó közösség. Ezeknek a sétáknak a rendeltetése, ha szabad ezt mondani, hogy a város érdeklődő lakossága a legifjabbtól a nagymama korosztályig megismerje azokat az értékeket, amelyek a városban vannak. Érdeklődésnek megfelelően próbáljuk úgy összeállítani, hogy milyen épületeket, milyen közösségeket látogassunk meg, amelyre az érdeklődés megvan. És így adódott, hogy ebben az évben első alkalommal a zsinagógát tekinthetjük meg újra ismételten, és ez az érdeklődésnek megfelelően van, mert sokan jelezték, hogy még nem voltak benne. Itt járnak el mellette a város központjában, és szeretnék belülről is megnézni. Hát erre most alkalom adódott, hogy itt lehetünk, és a közösség helytörténeti ismertetésén túl lehetőséget kap arra is az elnök úr által, hogy az épületet teljes egészében végigjárhatja, megnézheti. És bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időben tudunk még egy-két olyan érdekes és értékes létesítményt, amely érdeklődésre tart számot, és megnézhetjük a nyár folyamán, amikor egy kicsit úgy gondolván, talán a gyerekeknek is, szülőknek, szabadságon lévőknek is alkalmuk jobban van.
A mesterségeket tekintve elsősorban a mezőváros szolgálták ki, így csizmadiák, suszterek, kovácsok, kötélgyártók voltak köztük, majd később megjelentek a könyvkiadókon át, a drogériásokon át sok más szakma képviselői. Szó volt az iskoláról és az 1899-ben épült zsinagógáról is, amely megyénkben az egyedüli, ma is az eredeti funkciójában megmaradt épület. A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodai és Pedagógiai Szakszolgálat zenei és kézműves tábort rendezett a kicsiknek, akik láthatóan nagyon jókedvűek voltak forgatásunk alatt. A Táncsics körút 17-es óvodában kézműves táborban vehettek részt az érdeklődő óvisok, Nagy Tiborné táborvezető és a kézművességben igen jártas óvodapedagógusok az egy hét alatt különböző technikákat tanítottak meg a gyermekeknek. Népszerű volt a szoborkészítés, amelyhez újságpapírt használtak, de rajzoltak, színeztek, mesefigurákat is készítettek a kicsik. A tenyér és láblenyomatukkal készített képek a szülők kedvencei voltak. A vízfesték, zsírkréta használata mellett a fiúk és lányok is megismerkedtek a gyöngyfűzéssel, a gyurmázással, de a szövéssel is. Készültek papírból szélforgók, baglyok, vartak mesefigurákat. A foglalkozások célja az volt, hogy a kéz finom motorikáját is erősítsék a gyermekeknél, és fantáziájukat is fejlesszék az óvodapedagógusok. Három területre tagolódnak a tevékenységeink. Az újrahasznosítás jegyében alkotunk, a modern és a hagyományos népi technikákat gyakorolhatják a gyermekek. A vasalható gyöngyön át, a hagyományos festék, temperafestékkel alkotás, akvarell, olajpasztel felhasználása, kasírozunk, szövünk, mobil tárgyakat készítünk, tojástartóból háromdimenziós képet, tehát sorolhatnám hosszan, nagyon-nagyon sokféle érdekes tevékenységgel készültünk. Berekfürdő a Nagykunság aranyaként apostrofált község, ahová ellátogattunk. Igyekszünk kissé más oldaláról bemutatni a régi és lendő látogatóknak, hogy a méltán híres gyújtvize mellett milyen hagyományőrző motívumokkal is büszkélkedhet Berekfürdő. Brehó Mónika tudósítása következik. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! A ma induló új műsorunkban Karcagváros környéki települések főbb jellegzetességeit, eseményeit fogjuk bemutatni az önök számára. A mai alkalommal Berekfürdő kerül gorcső alá. Lássuk, hogy milyen újdonságokat tartogat a Nagykunság aranya a régi hagyományőrző múltja mellett. Tartsanak velünk! Itt vagyunk Berekfürdőn a pavilon soron, és itt nagyon sok ételes és italos üzlet található. Az Anikó konyhájának képviseletében és tulajdonosát kérdezem, Barta Anikó, szia, hogy milyen az idei szezon, hogyan értékeled az elmúlt évekhez képest, ugyan még ugye most jön augusztus, de már azért lehet látni dolgokat. Sok vendég szokott érkezni, meg várjuk a vendéget. A magyarokon kívül milyen nemzetiség szokott ide látogatni Berekfürdőre többnyire? Hát lengyel vendégek vannak, német vendégek, Romániából jönnek. Ezek visszajárós vendégek, vagy viszik a hírünket, nagyon sokan úgy jönnek, hogy ajánlották nekik Berekfürdőt, és én bízok benne, hogy minél több ilyen vendég fog jönni, aki viszi a hírnevünket. Mivel lehetne színesíteni a strandfürdő kínálatát esetleg szolgáltatásokban, hogy a meglévő vendéglétszám mellett még többen látogassanak ide? A fürdőbe ugye egy pár éve nagyon szép élménymedencével bővült a fürdőnk, de még jó lenne, hogyha csúszdás, még több csúszdás vagy hullámfürdő lenne, tehát több élménymedence lenne, mivel úgy vettük észre, hogy ez vonzotta az embereket, tehát tetszett nekik az élményfürdő, valamint szauna még jó lenne, hogyha, de tervbe van a szauna bővítése. Fókuszáljunk a te üzletedre. Mit árulsz elsősorban? Mi a legkelendőbb? Kik vásárolnak? Mi a célközönséged? Hát Berekfürdő, azt azért meg kell hagyni, hogy zömében a nyugdíjas közönség, nyugdíjas vendégeink vannak. Persze ugye a fiatalokat, családosokat is előszeretettel várjuk. Mi próbálunk a vendégek igényeinek megfelelően alakítani a kínálatunkat, de ugye fontos nálunk a birkapörkölt, a karcagi birkapörkölt, a pacalpörkölt. Miből fogy a legtöbb?
Hát ezt így nem tudnám konkrétan megmondani, természetesen hétvégén a birka pacal pörkölt ugye a látvány főzés miatt, de mikor melyik? Megtetszik egy vendégnek az előtte lévő, és akkor biztos, hogy azt fog kérni, mert megtetszik neki, és megkívánja. És nekem ez a jó reklám, amikor ugye a vendégek szájhagyomány hagyomány útján mondják, hogy itt mit ettek. Mivel készültök? Van-e valami különlegesség? Mi a érvez prioritást ebben az étteremben? Akár ugye a felnőtteket csalogatva, akár ugye a kisebbeket, gyerekeket csalogatva. Igen, hát meleghonyas étterem vagyunk, tehát van egy komplet fix étlapunk igazából, amit megpróbáltunk, hát igazából ugye mi tavaly nyitottunk, és a tavalyi év egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt, és akkor ezt a szezon már úgy próbáltuk meg felépíteni, az étlap alapján is, hogy nagyjából tisztában vagyunk a helyi igényekkel, illetve az emberekkel, hogy milyen korosztály jár ide, illetve nekik mik az igényeik. Ezért az étlapot is úgy raktuk össze, hogy gyakorlatilag a gyerekektől kezdve, akár az idősebb korosztály, középkorosztály, mindenki megtalálja magának megfelelő étel kínálatot. És gyakorlatilag itt ugye levesekből, főételekből, halak, grillek, készételek, frissen sültekből válogattunk. Természetesen hozzájáró saláták, savanyúságok, egyéb kiegészítők, desszertek, hogy ténylegesen megpróbáltunk egy minél szélesebb kört kialakítani, hogy mindenki találjon olyan ételt magának, amit szívesen elfogyaszt. Említetted, hogy széles körben szeretnétek ugye az ételeiteket felszolgálni, szervírozni, de kik azok, akik többnyire járnak? Melyik az a korosztály? És mi az, amit talán a legszívesebben fogyasztanak? Igen. Hál' Istennek korosztályt nézve, minden korosztály megtalálható itt a fürdőbe. Ugye nyilván a gyerekek ők nagyon szeretnek kijárni, ugye ők élvezik a strandot, fürödnek minden napoznak, játszanak. És nyilván nekik is jól esik így menet közben azért kicsit leülni, és akkor együnk valamit, vagy ígyunk valamit. Úgyhogy igazából a gyerekeknek is vannak az étlapon olyan ételek, amikre rögtön mondják azt, hogy én ezt kérek, meg ezt kérem, mert én ezt szeretem, meg ezt tudom, hogy ez van otthon is lehet esetleg, vagy szívesen fogyasztják. Illetve nekik is desszertbe akár fagylalt, gofri, palacsinta, így olyan plusz dolog, amit ugye nyilván a szülők először egyik is olyan normálisat, aztán majd jöhet a desszert, de azért ők azért jobban, hamarabb rámozdulnak ezekre a dolgokra. És akkor alapanyagban pedig nyilván ugye egy csirke, vagy egy hal, vagy a sajtok, ugye ők ezeket jobban kedvelik, sült burgonya, ketchup, ilyenek, ezeket szeretik. És akkor a felnőtt korosztály, ők pedig már inkább tapasztaltabbak ezen a téren, tehát ők azért tudatosabban, meg könnyebben kiválasztják azt, hogy egy jó finom cigánypecsenyét, vagy egy csülköt, vagy egy halat, tehát kimondtam valaki, aki halat szeretné, és akkor ezeket lehet választani. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. A viszontlátásra!